Villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi vasárnap délelőtt Baracson. Az ütközés következtében az oszlop eltört, amelyet csak az áramvezetékek tartottak. Az E.ON szakemberei lekapcsolták a szolgáltatást. Emiatt 34 otthonban körülbelül 5 órán keresztül nem volt áram. Egy nagy puffanás hallottunk a házba, lányom kinézett, akkor az autó már itt volt a fejrálva, szóval a villanyoszlopot meg láttuk, hogy kidőlt a helyéről. Szikráztak a vezetékek, azonnal szóltam a rendőrségnek, tűzoltóságnak, mentőknek. Hát rövid idő alatt kijöttek, de állítólag alkoholos befolyásoltság alatt voltak, úgyhogy sajnos. És most ilyen felelőtlen ember miatt itt egy utca úgy áram nélkül maradt. Ki tudja meddig. Az autóban ülő 3 személy könnyebben sérült, őket a kiérkező mentők a dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházba szállították.